Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Eperjesi Tímea vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. 2 évre szóló keretszerződést kötöttek. Megújulnak az utak és járdák Szekszárdon. Magyarok kenyere. Augusztus 20-áig várják az adományokat Tolna vármegyében is. Csobbanás a nyárba. Kézműves programok a Bonyhádi strandon. Kalaznón táboroznak. Hagyományos és természetközeli módon házfelújítást tanulnak. Útépítési munkálatokra kötött 400 millió forintos keretszerződést Szekszárd város önkormányzata. A részletekről sajtótájékoztatón számolt be Berlinger Attila polgármester és a kivitelező HGT Invest Kft. Ügyvezetője Hámori Balázs. Aláírták a felek azt a szerződést, melynek keretében a közeljövőben megújulnak Szekszárd város útjai, járdái. A következő 2 évben tehát a város szempontjából fontos munkálatok várhatóak. A beruházást a HGT Invest Kft. Végzi majd, amely a közelmúltban a szekszárdi zöldváros projektet is sikeresen, rendkívül szűk idő alatt valósította meg. Itt az önkormányzatnak egy keretszerződésen belül azért jelentős ráhatása van, hogy ez nem egy klasszikus közbeszerzés, ahol egy komplett munkára történik a megrendelés, hanem itt számos olyan építési munkán belül az önkormányzat, mint megrendelő kérésére végzi a vállalkozó 24 hónapig ezeket a munkálatokat. A következő 2 évben tehát a város szempontjából fontos munkálatok várhatóak. Itt akár még a járdafelújítások, útfelújítások mellett olyanokra is kiterjed ez a keretszerződés, parkolóépítések, parkolóbővítések, de akár egy önkormányzat fennhatósága alá tartozó közlekedési tábla, egy tükör, vagy kisebb tárgyak, építési tárgyaknak a cseréjére, karbantartására is. Ez mindig egy megnyugtató tény, hogy egy hosszú távú szerződés keretén a város a jó együttműködést alakít ki egy helyi vállalkozással, akkor minden bizonnyal a munka minőségére, határidőre történő elvégzésére is megvan a garancia. A tavalyi munkánk úgy gondolom, hogy egy rendkívül gyors és rendkívül sikeres eredményt hozott magával. A korábbi gördülékeny munkakapcsolat alapján a kivitelező most is bizakodóan várja az elkövetkező időszakot. Ebben a keretszerződésben Szekszárd város jellemzően belterületén belül útkarbantartási és felújítási munkákat fogunk végezni. Ezeknek a pontos helyét a város fogja későbbiekben meghatározni. Eddig is különösen jó volt az együttműködés, mint az tavaly talán nyilvánvalóvá vált a zöldváros kapcsán. Ezért bízom benne, hogy idén is egy keretszerződésben, ahol jövőben megállapodások fognak születni, minden akadályt, munkát sikeresen tudunk abszolválni. Berlinger Attila gratulált a beszerzést elnyerő HGT Invest Kft.-nek. Idén 14. alkalommal gyűjti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program részeként a búzaadományokat. A felajánlott terményeket rászorulókkal foglalkozó civil szervezeteknek, intézményeknek adják. 2010-ben indult el a kezdeményezés, amely hatására 2011-ben már 10 tonna gabonát gyűjtöttek össze, és az azokból őrölt lisztből sütötték meg az országos augusztus 20-a ünnepi kenyereket és cipókat. Az idei évben 14. alkalommal gyűjtjük a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem programban a búzaadományt, és természetesen most már nem csak búzaadományt gyűjtünk, hanem pénzadományt is, amit a Magyarok kenyere alapítvány részére lehet átutalni. A Tolna vármegyei falugazdászok ebben nagy mértékben segítenek, hogyha adakozni vágyó gazdatársak hozzájuk fordulnak, akkor tudnak ebben segíteni. A Magyarok kenyere programnak a lényege az összefogás és a karitatív tevékenység. Tavaly országosan, valamint a Kárpát-medencében mintegy 1000 tonna búzát gyűjtöttek össze a mezőgazdászok a Magyarok kenyere program során. Tolna vármegyében összesen 4 gyűjtőpont található, amelyekre várják a gabona felajánlásokat. Szekszárd és térségét a Goldcan Kft., Paks térségét Hajdó Gábor gazdálkodó, Tamási térségét Csike György alelnök úr, és Dombovári térséget pedig a Róna Kft. Fedi le, hozzájuk lehet beszállítani az adományozott búzát.
A gyűjtés augusztus 20-áig zajlik, eddig az időpontig várják a támogatásokat. Ezután a Dunaföldvári Malomba szállítjuk be a búzagyűjtőpontokról az összegyűlt gabonát, itt őrlik liszté, és majd az ősz folyamán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ közreműködésével jut el ez a lisztadomány a Tolna vármegyei karitatív szervezeteknek, akik hátrányos helyzetű családok részére fogják szétosztani. A falugazdászok adnak tájékoztatást azoknak, akik csatlakozni szeretnének az idei karitatív akcióhoz. Az országos tiszti főorvos a Hungaromet ZRT előrejelzése alapján a 2024. július 7-től július 12-ig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást július 18-a éjfélig meghosszabbítja az ország egész területére vonatkozóan. Továbbra is a legmagasabb fokú riasztás lesz érvényben. Eközben a Hungaromet jelzései szerint sorra dőlnek meg a rekordok Magyarország területén. A korábbi évekhez hasonlóan a katasztrófavédelem idén is kiírta azt a pályázatot, amely az önkéntes mentőszervezetek tevékenységéhez kapcsolódó működési költségek finanszírozására, a mentőszervezet tagjai oktatásának, vizsgáztatásának támogatására nyújt lehetőséget a központi költségvetésből. A jóváhagyott döntés alapján 187 szervezet jut pályázati támogatáshoz. Vármegyékben a Teveli, a Gyönki, a Simontornyai, a Tengelici, a Szekszárdi és a Paksi kap hozzájárulást. A szekszári családbarát strand és élményfürdő július 14-én az EB döntő apropójából évfélig várja a vendégeket. A sportrajongók a helyszínen végigizgulhatják a kontinens torna végső összecsapását, a fürdőzés szerelmesei pedig élvezhetik az éjszakai csobbanást. A Bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központ kézműves foglalkozásokat, színes programokat szervezett a városi termál fürdő területén. Az eseményt idén első alkalommal rendezték meg, melyre a strandon fürdőző gyerekeket várták. Csobbanás a nyárba. Ezzel a címmel indították el azt a kezdeményezést a Bonyhádi Művelődési Ház dolgozói, melynek kapcsán szórakoztató játékokkal, kézműves feladatokkal várták a gyerekeket a városi termálfürdőben. Arra gondoltunk, hogy minél több gyerekközeli, családközeli programmal készüljünk az idei nyárra, úgyhogy a nyári napközi után, ami tegnap előtt volt, itt a nyáron folytattuk a délutáni kézműveskedés meg játszást a gyerekekkel. A csobbanás a nyárban az gyakorlatilag azt jelenti, hogy eljövünk ide a strandra, és megpróbálunk ugye belecsobbanni mi is ebbe a jó időbe, ebbe a pezsgésbe, ami szerintem azért Bonyhádon itt a strand környékén ez eléggé jellemző. Kézműves foglalkozásokkal készültünk itt is, ahogy a nyári napköziben, valamint ilyen kinti játékokat hoztunk. Itt is nagyon fontos számunkra az újrahasznosított dolgoknak a felhasználása. A gyerekek körében a legnépszerűbb foglalkozás a horgászat volt. Ami nagyon tetszik még a gyerekeknek, ez a horgászás. Tényleg itt a 2 évestől a 10-11 évesekig jönnek és horgásznak itt ebben a nagy melegben. Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy gyakorlatilag ez egy újfajta kis színfolt, és szeretnénk megtartani majd ezt a szokásunkat is, és minél többször eljönni a strandra. Augusztusban szintén majd 2 nap, 2 délután fogunk ide érkezni. A nyárhoz kapcsolódóan kézzel készített tárgyakat kreálhattak a résztvevők. Üvegcsébe lehet készíteni, homokkal van feltöltve, kagyló van benne, és ilyen kis hajót lehet beletenni. Itt is használjuk ezeket a nyári színeket, ugye ez a kék, fehér, a csíkos dolgok, ugye ilyenkor nagyon trendi, meg vidám. Lehet kalózhajót készíteni, ott az alapanyag az a parafodugó, tehát ott is ilyen újrahasznosítás történik. Valamint itt is távcsövet készítünk, ami szintén ezekhez a vizes témákhoz idomulunk. Az akvarelfestékkel készült képeket kiállították, amelyeket azután haza is vihettek. Pestipus Adrián reméli, jövőre is hasonló színes szórakoztató játékokat szervezhetnek a gyerkőcöknek. Aki kíváncsi arra, hogy milyen egy börtön belülről, annak most itt a lehetőség megtekinteni július 26-án a Tolna vármegyei büntetés végrehajtási intézetet Szekszárdon. A belépés feltételekhez kötött. Betöltött 18. életév, büntetlen előélet, valamint érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal kell rendelkezni. A megjelenéshez előzetes regisztráció szükséges.
A szekszárdi területi vérellátó központ a Dombóvári rendőrkapitányság épületében szervezett véradást. A Magyar Vöröskereszt országos vezetése 2012-ben véradó barát munkahely kitüntető címet adományozott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság részére. Az együttműködés azóta is folyamatos, évente több alkalommal szerveznek ilyen eseményeket közösen a dolgozók számára. Július 10-én 25-en nyújtották karjukat a Dombóvári rendőrkapitányságon. A Paksi FC labdarúgó csapata 4-0-ás fájó vereséget szenvedett hazai pályán a román másodosztályú FC Corvinul csapatától csütörtökön a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében. Már a szünetre két gólos hátránnyal mentek az atomvárosiak, a mérkőzés utolsó negyed órájára pedig emberhátrányba is kerültek, Szabó Bálinnak kellett egy piros lap kíséretében távoznia a gyepről. Az utolsó percekben még két kapott góllal be is állt a 4-0-ás végeredmény. A visszavágó előtt így rendkívül nehéz helyzetbe került a magyar csapat. A Tolnai Hegyhát területén Hőgyésztől 6 kilométerre keletre fekszik, nevezhetnénk a Békeszigetének is. Kalaznón járt stábunk egy táborban, ahol hagyományos természetközeli építési technikával újítanak fel egy régi sváb házat. Távol a világ zajától, a meghitt környezet már több alkotni vágyó művésznek nyújtott ihletet és adott otthont. Ez alkalommal táborozók érkeztek az alig több mint 100 lélekszámú Kalaznóra. Az idén pécsi építészekkel közösen elkezdtünk szervezni egy tábort. Ők nagyon érdeklődnek az ökológikus építészet és a hagyományos természetközeli építőanyagokkal való építkezés iránt. Én pedig ezt csinálom itt építész végzettség nélkül, itt Kalaznón, és akkor a kettőt összekötöttük, és akkor szerveztünk egy tábort, ahova eljöhettek olyan főleg műszaki területről érkező emberek, akik kipróbálhatják ezt a fajta építkezést. Belenyúlhatnak a sárba, egész koszosak lehetnek úgy, mint én minden nap. A helyi sárral tapasztunk, szalmával, törekkel, használunk még, nem tudom, lócitromot. A felújítás alatt álló, nemrég még omladozó házban valószínűleg olyan gerendák vannak, amelyek még német erdőkből kivágott tölgyből készültek. Az otthonteremtésnek és a családi házépítés léptékben ez egy olyan alternatíva a megszokott konvencionális építőanyagokhoz képest, ami a helyi erőforrásokat használja ki mind emberi, mind anyagi oldalról is. És a szalma egy olyan alapanyag, ami hőszigetelésként, falazó anyagként is, és térkitöltő anyagként, és a vakolat egyéb rétegeiben is helyet kap, tehát egy nagyon széles körben használható anyag, és ezt szeretnénk a vályog valamilyen ismertségére feltornászni, hogy a két anyag együtt, mint egy hagyományos és egy természetes építési rendszer ismerté váljon az országban. A házfelújítás fortéjait, amit gyakorlatilag újrahasznosított környezetbarát módon történik, szeretnék a jövőben is továbbadni, mondta el nekünk az építész szakember. Jövőre szeretnénk igen egy új tábort szervezni, most vagy ennél a háznál, de ez valószínűleg elkészül, akkor viszont Kalaznón van elég sok ház, ahol ezt lehet alkalmazni bátran, és jövőre újra próbálkozunk. Környezetünk mindig árulkodik kulturális szintünkről. A régió híreivel folytatjuk. Felgyújtott egy autót, nem tudni miért. Akár 3 évet is kaphat a pécsi rongáló. Elektromos buszok, töltőállomás. Újra pályázik a pécsi önkormányzat. Vizsga. Új kormányablak ügyintézők Somogyban. Fényes nappal a pécsi belvárosban gyújtott fel egy autót az a férfi, akit most rongálással vádol az ügyészség. A jármű egy iskola közelében parkolt, ahonnan éppen hazaindultak a gyerekek délután. A vád szerint több évet is kaphat a 48 éves gyújtogató. Itt állt az az autó márciusban, amit az ügyészség szerint szándékosan nyújtott fel egy 48 éves férfi. A Pécs belvárosában parkoló jármű teljesen kiégett, ahogy a képeken is látszik. A pécsi járásügyészség rongálásra büntette miatt emelt vádat egy pécsi férfivel szemben, aki még márciusban egy parkológépkocsit gyújtott fel. A vádirati tényállás szerint a férfi 2024 márciusában a délutáni órákban Pécs belvárosában sétált, amikor mindenfajta előzmény nélkül egy gyúlékony anyagot öntött egy ott parkoló gépkocsira, amelyhez követően a motortérbe is bekerült. Ezt követően egy
anyagot, egy gyulékony anyagot dobott az autóra, amely ezt követően felgyulladt. A férfi ezt követően röviddel el is hagyta a helyszínt. A gyújtogatásból nagyobba is lehetett volna a szűk utcában, ráadásul a közelben van a belvárosi iskola, onnan a diákok éppen hazafelé mentek, délután 16:30, mondta kamerán kívül egy ott lakó szemtanú. Szerencsére a tűzoltók időben érkeztek. A kiérkező tűzoltók a lángokat eloltották, ennek következtében az építményekre, illetőleg a közelben parkoló autókra nem terjedt át. A gépkocsi teljes egészében kiégett, az okozott kár 900 000 forint volt. Az elkövetőnek a cselekménye a rongálás büntetének a megállapítására alkalmas, ennek a büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza a férfira, aki eddig még nem volt elítélve semmilyen ügyben. A nyomozás során nem derült ki, hogy miért nyújtotta fel a vádlott az autót. A férfi tagadta a kihallgatásán, hogy ő követte el a jármű felgyújtását, ezért semmilyen használható vallomást nem tett a bűnügyben. Bővítheti elektromos buszflottáját a pécsi Tükebusz. Az önkormányzati cég a városvezetéssel közösen beadta pályázatát júliusban. A gazdasági alpolgármester azt mondja, minden lehetőséget megragadnak, hogy környezetkímélő, olcsó üzemeltetésű elektromos buszokkal bonyolítsák a pécsi tömegközlekedést. Elektromos autóbuszt töltenek a pécsi buszvégállomáson, Uránvárosban. Ilyen töltőállomásra, illetve elektromos járművekre is pályázik az önkormányzat most júliusban a Hundánál, vagyis a Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT-nél. A gazdasági alpolgármester azt mondja, valójában ezt már korábban begyújtották. Beadtunk korábban 3 elektromos csuklósbuszt a pályázatot, ennek a tartalmi értékelése megtörtént, igazából teljesen pozitív elbírálás jött, tartaléklistára kerültünk. Ezt követően közölte a Honda, hogy ezen a forráson nincs több pályázati pénze, forrás hiány alakult ki, de van egy új pályázat, oda adjuk be. Igazából ez történt, hogy azt a pályázati benyújtást, ami kvázi idézőjelben szakmailag nyertünk rajta, de nem volt több pénz a keretbe, azt egy újba nyújtottuk be most múlt pénteken, és abba bízunk, hogy a Honda ezen a forrássoron talál pénzt, ha szabad így fogalmaznom, és akkor a buszvásárlás indulhat. Ruzsa Csaba azt mondja, több elektromos buszt akartak, de a lehetőségekhez kell igazodniuk. Eredetileg azért azt látni kell, hogy 8-10 csuklós buszra szerettünk volna pályázni. Eleve a pályázati kiírásúval alacsonyabb kereteket adott meg, ugye már ez a forrás kérdés korábban nyomta a rendszert. Ugye most 3-at engedtek be. A 3 az ugye az egy maximum, tehát most igazából hogy 1-2 vagy 3 mellett dönt a Honda, ezt nem tudjuk. És ugye a töltő az hozzá kapcsolódik, ugye ha ezt a 2 engedi, akkor mi abban bíznánk pozitív esetben, hogy 3 busz lehetne venni, és legalább egy plusz töltőállomás bővítéssel lehetne megoldani. Ugye ezeknek az előkészítései többek között mondjuk az uránvárosi buszpályaudvaron már megvannak. Ugye ennek a beszerzése nagyjából szerintem egy év, tehát ezért jövő évre közbeszerzéseket figyelembe véve futhatnának be a buszok. Kiemelt cél, hogy környezetkímélő és olcsóbb üzemeltetésű e-buszokkal töltsék fel a pécsi járműflottát. Ennek ütemezése a megszerezhető forrásoktól függ, mondja az alpolgármester. Az uniós források tekintetében egy megállapodás létrejön, akkor bízunk benne, nagyobb flottára is tudunk pályázni. Ennek ugye az önereje a városnak megvan. Tehát, hogy ezt az év elején is rögzítettük, hogy ott esetben 8-10 buszra is, ami mondjuk 3-4 milliárdos beruházás lett volna, ahhoz is tudtunk volna önerőt adni. Most ugye ennek arányaiban a kevesebb, mint a fele a pályázati kiírás miatt. A másik, hogy ugye az úgynevezett Tükebusz hitel, ami jövőre fizeti ki a város az utolsó részletet, tehát az azt jelenti, hogy még idén van 1,2 milliárd, ezt is kifizeti jövő decemberig, ugye az azt jelenti, hogy 26-os saját forrásból történő beruházásokat is el tud indítani, mondjuk elektromos buszok esetében, ha és amennyiben az uniós források nem jönnek meg. Ha megjönnek, akkor értelemszerűen önerőbe tesszük bele. Tehát az elektromos buszprogram mindenképp megy tovább Pécsen. Annak lehetőségét is vizsgálják, hogy több nagyvárossal közösen lehet-e elektromos busz csomagokat vásárolni EU szinten, tudtuk meg Ruzsa Csabától. Most egy 1,5 milliárdos beruházást jelenthet a 3 e-busz beszerzése és a töltőállomás bővítése. Ehhez a város mintegy 220 millió forint önerővel járul hozzá. 21 kormányablak ügyintéző tett sikeres vizsgát a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium támogatásával megszervezett továbbképzésen, amelyet online tartottak meg számukra.
Az ünnepélyes oklevél átadón Neszményi Zsolt főispán elmondta, összesen 210-en vannak azok, akik elvégezték a képzést, és így személyi okmányok rögzítésével, igényléssel és megújítással foglalkozhatnak a jövőben. Mise tanóra 2023. májusa óta dolgozik a kormányhivatal kötelékében, jelenleg a Balatonlelei kormányablakban tevékenykedik, itt kezdte meg munkáját is ügyintézői körben. Ő is sikeres kormányablak ügyintéző vizsgát tett. Igazándiból nagy várakozásom volt, mert tudtam, hogy van bennem olyan képesség, hogy ezt el tudom végezni, meg tudom csinálni, és hogy szeretni fogom a munkámat. Ez így is történt, majd utána jött egy lehetőség, hogy kell ez a kis kormányablak ügyintézői vizsga. Picit izgultam, és féltem, hogy milyen lesz az egész. Nagyon jó volt, hogy elektronikus volt szerintem. Saját kis tempomban tudtam haladni, és igazándiból minden olyan kis területre tudtam kis betekintést nyerni, amit amúgy nem végzek, vagy esetleg a későbbiekben kell végeznem. Szerintem egy igazán hasznos dolog volt ez a kormányhivatal részéről, hogy ezt megszervezte, és majd végül egy oklevelet is kapunk, ami lehet, hogy a későbbiekben még szintén jól fog jönni. Ezúttal 21 kormányablakügyintéző tett sikeres vizsgát Somogy vármegye több járásából. Ők Kaposváron vehették át oklevelüket. Boldog vagyok, hogy elvégeztettem ezt a képzést. A képzés sok rétű volt, alapos tudást biztosít, amelyet remélem majd a későbbiek során az ügyfelezés közben gyakorlati tapasztalatba is át tudom ültetni. Akik elvégezték a képzést, személyi okmányok rögzítésével, igényléssel és megújítással foglalkozhatnak a jövőben. Most már önök a 8. etapja ennek a kormányablak képzésnek. Eddig 178 kollega végezte a kormányablak ügyintézői képzést, és most önökkel együtt most már 210 fölé ment a száma. Tehát azért gondolom, hogy ennek meg kell adnunk a módját ennek az oklevél átadásnak, hiszen a kormányablakok az zászlós hajói a kormányhivatali működésnek. Nagyon fontos azon kívül, hogy önök megfelelő szaktudása rendelkezenek, ismerjék a szakrendszereket, az is, hogy az ügyfelekhez való pozitív hozzáállást érzékeljék az ügyfelek, tehát van ennek egy emberi oldala is. Somogyban egyébként több mint 410 000 ügyet intéznek éves szinten a dolgozók, legyen szó személyi okmányról, útlevélről vagy vezetői engedélyről. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. 2 évre szóló keretszerződést kötöttek, megújulnak az utak és járdák Szekszárdon. Magyarok kenyere. Augusztus 20-áig várják az adományokat Tolna vármegyében is. Csobbanás a nyárba. Kézműves programok a Bonyhádi strandon. Kalaznón táboroznak. Hagyományos és természetközeli módon házfelújítást tanulnak. Szombaton is marad a napsütéses nyári idő. Szorványosan hullhat csapadék, kis körzeteket érintve. Vasárnap előreláthatólag folytatódik a hőség. Változóan napos, átmeneti időszakokra erősebben gomoly és fátyol felhős idő várható. Késő délután, este ismét nő az esélye helyi, de heves zivatar gocok kialakulásának. A jövő hét első napjai sem ígérnek még érdemi változást. Országszerte az évszakos átlagnál jelentősen magasabb, 34-41 fok körüli maximum, illetve 28-31 fok körüli középhőmérséklettel számolhatunk. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!